A megemlékezés a tavaly márciusban felavatott Szilágyi Turul szobor előtt kezdődött. Korin István plébános áldása után a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait az első világháború áldozatainak szentelt emlékmű előtt. Az ünnepi műsor a helyi művelődési házban folytatódott, a himnusz hangjai után alkalmi műsor kezdődött, amelyet megelőzően a résztvevők egy perces néma csenddel adóztak Pásztor István emléke előtt. Nagy megtiszteltetésként élték meg a szilágyiak, hogy a Magyar Szórvány napjának vajdasági központi ünnepségét idén ebben a nyugatbácskai faluban tartották meg. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy minket kértek fel erre az ünnepségre, hogy megtartsuk. Másrészt pedig ekkora rendezvény a falunkban. Hát mondhatom, hogy tavaly esetleg a Turul szobornak a koszorúzása, meg felszentelése volt, de az se volt ekkora jelentőség, és ennyi magyar ajkú a faluba már régen volt látható, és nagyon örülünk, hogy ennyien megtekintették ezt a szép kis települést. Mintegy 10 településről érkeztek fellépők Szilágyira. Bácskosút falváról, Kúláról, Bács-Gyula falváról, Nemesmiliticsről, Doroszlóról, Gombosról, de Palánkáról is, sőt a középbánáti Magyar Ittabéről és Ürvényházáról voltak szereplők. A doroszlóiak Szilágyira szinte hazajárnak. A csősztánc koreográfiával léptünk fel itt Szilágyin a Magyar Szórvány napja alkalmából. Nagy megtiszteltetés nekünk itt lenni, mivel ugye Kupuszina, Gombos, Szilágyi, eleve a négyes fogattal is összejárunk, és ez nekünk már olyan, mintha otthon lennénk. Hát kevesen vannak, pont ugyanúgy, ahogy minden faluban sajnos fogyunk, ugye megmutatkozik az időfoga, a kivándorlás, de mindig nagy öröm eljönni ide is, és barátkozni, és ugye megismerni fiatalabb generációkat is, akik ugyanúgy becsatlakoznak a munkánkba, ami mindenképpen egy pozitív dolog. Mekkora létszámú most a néptánc csoportotok? Jelenleg 16 lelket személyt számol a csoport, és ma 10 léptünk fel. Van utánpontlás, hogy érzed? Vannak, hála Istennek, ugye kicsit nagyobb a korkülönbség, úgyhogy bele fog telleni még egy pár évben, még ők is fölnőlnek, de lesz kifolytatja. A Magyar Országgyűlés Bethlen Gábor születésének és halálának évfordulóját 2015-ben a Magyar Szórvány napjává nyilvánította. Azóta ünnepeljük Kárpát-medence szerte a szórvány közösségeket november 15-én. A Magyar Nemzeti Tanács beemelte a jeles dátumot a vajdasági magyarság ünnepnapjainak és jeles napjainak sorába. Az MNT stratégiáiban is kitérnek azokra a magyar közösségekre, amelyek külön odafigyelést és segítséget igényelnek. Ez egy ünnepi pillanat, betekintést nyerhetünk a Helybeli Művelődési Egyesület és meghívott vendégeik, vendégfellépőik életébe. Évek óta azt tudom mondani, hogy színvonalas rendezvényről van szó, több mint 10 fellépő műsorszám és egyesület mutatkozott be. A rendezvény szervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, mindig a Helybeli Művelődési Egyesülettel, a Magyar Nemzeti Tanács pedig a fővédnöke magának ennek az ünnepi alkalomnak. A Vajdasági Magyar Szövetség nem tesz különbséget Tömb, Szórvány és Sziget közösségek között. Ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy a Szórványban élőknek sokkal nehezebb, mint a Tömbben élőknek, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke. Éppen ezért próbáljuk azt kifejezésre juttatni nap mint nap a munkánk során, hogy odafigyelünk a Szórványban élőkre, nincsenek magukra hagyva, legyen szó akár nyugatbácskai, délbánáti, középbánáti, szerémségi, délbácskai környezetben élő magyarokról. Igyekszünk az infrastruktúrális fejlesztések alkalmával is odafigyelni a Szórványban élőkre, tehát nem csak Szabadkát, nem csak Magyar Kanizsát, nem csak Zentát fejlesztjük, hanem itt Nyugodtbácskában is történtek az utak felújítása terén beruházások az elmúlt időszakban. Ugyanez mondható el a Délbánátban vagy Középbánátban élők esetében is. A 8. alkalommal megszervezett rendezvényt a helyi József Attila Művelődési Egyesület kezdeményezésére a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért nevű szervezettel közösen valósította meg.